Dunaharaszti város képviselőtestülete 2017-ben is megtartotta a kötelező közmeghallgatást, amely idén kiegészült egy sürgősségi napirendi ponttal is. Ennek kapcsán szavaztak a sportcsarnok beruházásához szükséges kiegészítő döntésről. Ezt követően a polgármester ismertette a költségvetés tervezetét. Nézzük akkor a bevételek és a kiadásoknak az alakulását az önkormányzatnál. A költségvetésnek a fő összege az 4.428.088.552, és most hál' Istennek sikerült kimondanom, ezekkel számokkal mindig bajban szoktam lenni. A bevételek, a legfontosabb bevételek mindig, legalábbis dunaharaszti szempontjából, ezek az adóbevételeink. Nézzük, hogy milyen adók azokat, amiket szerepeltetünk a költségvetésben, és hogy ez mennyi forintot jelent. Ugye van az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, illetve az iparőrzési adó. Az iparőrzési adó az, hál' Istennek nálunk ez a legnagyobb tétel, ez gyakorlatilag 2,2 milliárd forint, ami tényleg egészen pontosan a következő építményadónak a négyszerese. Az építményadó ez 450 millió forint, ami költségvetésbe szerepel. A telekadó 135 millió forint, a kommunális adó pedig 22 millió forint. Van idegenforgalmi adónk is, de azt, bár ugye minden kis forintért szeretünk lehajolni, de azt a néhány százezer forintot azt én külön nem írtam fel magamnak. Látjuk, hogy ez egy elég tetemes összeg, hogyha ezt összeadjuk, és mindig érdemes, és meg szoktuk tenni minden évben, az, hogy összehasonlítjuk, hogy mennyi ez az összeg, ami a rendelkezésünkre áll, és már előre bocsátom egyébként, hogy a kiadásoknál be fogom mutatni, hogy az összes pénzt elköltjük. Tehát nem teszünk félre, hiszen én ezt úgy vettem észre az évek során, hogy erre igazából a dunaharasztin nincs is igény, hogy kuporogjunk a pénzen, hanem inkább azokat a közhatalmi, illetve az embereknek az életét érintő dolgokra költjük el minden évben nagyon gyorsan és sikeresen. De látjuk azt, hogy ez a pénz egy kicsit több, mint amit az államtól kapunk a működéssel. Az állami normatíva az 740.242.312 forint, tehát gyakorlatilag az 1 milliárd forintot sem éri el. Ez azért érdekes ez az összehasonlítás, mert igazából mostanában nem kapok ilyen kérdéseket, de a korábbi években mindig felmerült, hogy hát fizetjük a gépjárműadót, meg adót fizetünk, és hát hogy miért nincsenek rendben az utak. Hát hál' Istennek egyre kevesebb út, ami nincsen rendben, tehát ezt is szépen lassan kezdjük megélni, tehát haladunk az úton, hogy úgy mondjuk. De látjuk azt, hogy az a pénz, amire sokszor hivatkozunk, az a végtelenül kevés tud lenni, és hogyha nem lenne Dunaharasztinak ekkora adóbevétele, akkor ezeket a feladatokat nem is tudnánk finanszírozni. Na most ennek van egy kis árnyoldala is ennek a nagy adóbevételnek, de ezt azt szoktam mondani erre is, hogy ott tegye meg a fene, inkább ezen szomorkodjon, mint bármi máson. És van egy úgynevezett adóerőképességi mutató. Ezt úgy szokták kiszámolni egy külön képlettel, hogy megnézik, hogy a 32 ezer forint per fő adóbevétel, aki fölött áll egy településen, annak megvan szabva nyilván a lakosság számtól kezdve, hogy mennyivel van fölötte. Kihoznak egy képletet, és megkapjuk az adóerőképességet, és most ebben az évben megtanultunk egy új kifejezést is. Ezt úgy hívják, hogy szolidaritási hozzájárulás, amit tehát nem úgy hangzik, hogy ezt elveszik tőlünk, hanem ez ilyen bevétel csökkentő részbe átkerült a kiadási oldalra. Tehát magyarul ez ennyivel kevesebben tudunk gazdálkodni. Ez a Dunaharaszti esetében nem egy kevés szám, 186.957.722 forint az, ami ez a szolidaritási hozzájárulás a részünkről. Nyilván ennek oka az is, hogy idén, illetve tavaly előttől az oktatási intézmények a működési része az elkerült az önkormányzattól, idéntől pedig most megkötöttük ezt a megállapodást az intézmény fenntartó központtal. Az oktatási intézményeknek az épülete is gyakorlatilag kezelésbe, vagyonkezelésbe átkerültek ehhez a szervezethez. Nyilván ehhez a működéshez pénz kell, és gondolom, hogy ez volt az, ami indukálta ezt a jogszabályi módosítást. Nézzük meg, hogy mik a kiadások. Tényleg csak példálozó jelleggel szeretném ezt elmondani.
Ugye tehát a legfontosabb kiadások mindig a működési kiadások, és ezt teszik ki egyébként az önkormányzatnak a költségvetési, tehát a kiadási oldalnak a nagy részét is. Azért még mindig maradtak intézményeink, ez a hét címvirág óda, a mese óda, a bölcsőde, a családi és gyermekjogi szolgálat, a Dunalaszti területi gondozási központ, a városi könyvtár és művelődési ház, ez ma még egyben van, de aki követi a képviselőtestület üléseket, az tudja, hogy a következő időszaktól, ha megkapjuk rá a miniszteri hozzájárulást, akkor ebből kettő intézményt fogunk szervezni, illetve ugyanez vonatkozik az óvodára is, a hét címvirág óvodában, amiből szintén intézmény kiválással lesz egy harmadik intézményünk is. Ennek felsorolhatom egyébként, hogy mennyit fizetünk ki. Bevételi oldalit ugyanannyi, mint a kiadási oldal, tehát nyilván az egyenértéke ez nulla. Hét címvirág óvodának 413 millió forint, a mese óvodának 338 millió forint, bölcsőde 138, családi és gyermekjogi szolgálat 51, a területi gondozási központ 588, könyvtár és műfáz együtt 69, és a polgármesteri hivatal, ami szintén egy különálló egység, a képviselőtestülettel együtt az önkormányzati és a különböző hatósági ügyekkel foglalkozó kollégák bérével, járulékaival együtt, ez pedig 495 millió forint, amit elköltünk. Ezen túl, ezt egyébként ugye nyilván kötelező, hogy kifizessük, fura lenne, hogyha az óvónéniknek, meg az így dolgozóknak nem adnánk fizetést, tehát ezt vehetjük a kötelező kiadásokra. Ezen kívül különböző működési támogatásokat szoktunk nyújtani. Aki jár ide évek óta, az tudja, hogy miről van szó, illetve látom, nagyon sok civil szervezetnek a képviselője van itt, ők is tudják, szoktak pályázni minden évben. Illetve van egy elég jelentős összeg, ez pedig a civil szervezeteknek a támogatása, ami idén is ugyanannyi összeggel szerepel itt, mint a tavalyi évben. Ezt ha elfogadtuk a költségvetést, akkor a következő hónapban az újságban a pályázati felhívás meg fog jelenni, és biztatok mindenkit arra, hogy ugyanúgy, mint eddig, tegyék meg, hogy pályáznak. De ezen túl támogatjuk a Kis Duna Televíziót, a Vöröskeresztet, a Dunalaszti Vöröskeresztet, a mozgáskorlátozottak egyesületének az internet használatát, az ügyeleti orvosi ügyeleti szolgálatot, a polgárőrséget, Pest megyei katasztrófavédelmet, a megyei tömegközlekedést, a Búza Hungarikát, és fordítunk természetesen a közbiztonságra is elég jelentős mértékben pénzt. A DMTK külön soron szerepel, erre 78 millió forintot költünk ebben az évben, illetve tavaly megalakult úszószövetség idére már kilépett a DMTK-ból, de ennek egy nagyon érthető és logikus oka volt. Ugye az úszóegyesület, illetve a szakosztály, az úszószakosztályt azért fogadtuk be, és azért alakítottuk meg, hogy erre felépítsünk egy olyan rendet, és ez most már azt hiszem, ez be is következett, amikor az egyesület létrejött, nem csak úszó, hanem most már vízilabda is, aminek az a következménye, ugye, hogy tudunk pályázni taúra, és nagy valószínűséggel következő évben meg is fogjuk tudni építeni, én legalábbis nagyon bízok benne, az úszodát, hogyha nyilván a TAO-ban egy olyan döntés, pozitív döntés kapunk, mint amit a sportcsarnokra vonatkozólag megtörtént. A költségvetésünkben ugyan szerepel a sportcsarnokra az ön rész, de ennek egy elég jelentős részét ezt a DMTK-val együtt, tehát ugyanúgy a társasági adóból pályáztuk meg és megnyertük. Van kivitelezőnk is most már, hál' Istennek rá, és az év végére bízom benne, hogy át fogjuk tudni adni a sportcsarnokot, és ennek a példájára remélem, hogy a következő évben pedig meg fogjuk tudni valósítani az úszodát is. Nézzük azt, hogy igen, fel van írva, a nemzetségi önkormányzatokat is támogatjuk, csak nem adtam pontosan össze, de azt kell látni egyébként, hogy ezek a támogatások, ezek működési támogatások kívülre, tehát nem az önkormányzat felé, hanem külső szervezeteknek. Ez a költségvetésből egyébként 200 millió forintot tesz ki, tehát ez nem egy kevés pénz, hogyha tudjuk, hogy mennyiből szoktunk utakat építeni, de azt gondolom, hogy vagyunk olyan helyzetben, és ennek az önkormányzatnak feladata az, hogy ebben az irányban is éreztesse a jelenlétét, hiszen nyilván önök ezért küldtek minket ide, hogy nekünk továbbra is kell támogatnunk a civil szervezeteket és a városi sportot. Beruházások is lesznek, ugye említettem, szerintem a legnagyobb beruházás idén ez a sportcsarnok lesz, ami egy közös beruházás a DMTK-val együtt. Nyilván a szerződést még nem írtuk alá, ma olvastam a tervezetet, de szoros együttműködésben fogjuk ezt megtenni, egyrészt a pénzügyi vonatkozások miatt, másrészt a műszaki ellenőrzés miatt a DMTK-val. Én bízok benne, hogy ez
teljesen zöggenőmentes lesz. Ugye a legfontosabb, ami mindig szóba szokott kerülni itt ezen a fórumon, hál' Istennek már egyre kevésbé ez az út és járdaépítés. Vízelvezetésre is nagyon sok pénzt terveztünk be idén. Erre megint csak azt mondom, hogy büszke vagyok. Már bár láttuk, hogy mikor özönvízszerű esőzés van a városban, azért nem mindenki örül. Vannak olyan csomópontok és olyan területek a városban, ahol nem lehetett közlekedni. De ezek tényleg csak elszigetelt helyek, amelyeket a kollégáim folyamatosan írnak, és évről évre a javításoknál ezeket előre vesszük, és szépen folyamatosan, hát ugyanúgy, ahogy az előbb mondtam, nem megy minden egyszerre, szépen haladunk folyamatosan. Természetesen, ugyanúgy, mint minden évben, a közterületi kameráknak a bővítésére, illetve cseréje is fordítunk. És azt is kell tudni, hogy pályáztunk egy új bölcsőde építésére, nem tudjuk még, hogy mi lesz a vége, de mindig leszoktam popogni, ez általában bejön. Ennek is van költsége, egyrészt a tervezésre, másrészt pedig azokra még nem látható költségekre kell gondolnunk, amiket hozzá kell nyúlnunk, tehát nem csak 100%-ban a pályázati pénzből kell ezeket elképzelni, hiszen mindig van valami, ami nem fér bele a pályázatba, de attól, hogy használható legyen, vagy esztétikus legyen, vagy bármilyen másokból, az önkormányzatnak erre oda kell, hogy figyeljen. A költségvetés ismertetése után a lakosok feltehették kérdéseiket a város vezetősége felé, amelyek kiemelten a közbiztonságról, illetve a közlekedés biztonságáról szóltak, s amelyeket dr. Szalai László polgármester és Németh István, a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság megbízott vezetője válaszolt meg. Észrevételek hangzottak el továbbá a város infrastruktúrájával, valamint intézményeket és civil szervezeteket érintő problémákkal kapcsolatban. A teljes közmeghallgatást magazin műsorunkban kísérhetik figyelemmel.